üdvözlök mindenkit, Nekrotim vagyok, jön Warframe, és jön egy kis hardmód véleményezés, hogy így mondjam. És rögtön az elején megkérdezném titeket, irritált titeket a hardmód? Nehéznek találjátok a hardmode-ot? Éreztek némi kihívást a hátmódban. Igen, igen, tudom, tudom, tudom. A férfi becsület, vagy most már sajnos ilyet nem mondhatunk, mert még végül nem tudom minek fognak nevezni. Szóval a becsület tudom, hogy úgy kívánja, hogy online senki ne ismerje el, hogy a hard mode nehézségekbe ütközhet. De én őszinte leszek veletek, srácok. Úgy gondolom, hogy lesznek olyan játékosok, akik nem fognak hard móddal játszani, mert úgy gondolom, hogy öm, nehéznek fogják találni. Egyes küldetéseket nehéznek fogtok találni, és hogyha nincsenek meg azok a megfelelő modok, esetleg megfelelő modolás, akkor az egészben bukta lesz. Na de, e, nem egyszer mutattam be a Warframe-nek az egyszerűségét és nagyszerűségét, és hogy modolás szinte modolás nélkül is kiválóan meg lehet állni nehéz küldetésekben, hogyha kiválóan ismered a Warframe-edet. Nem, nem is kell kiválóan ismerd a Warframe-edet. Tudnod kell játszani a játékkal. Sokan mondhatjátok azt, hogy a Warframe annyira könnyű, és olyan könnyedén lehet végigmenni rajta, és már most már hat éve mondom, <tell> talán, hogy tudni kell játszani a karakterekkel. Tudnod kell játszani a karaktereddel, ha van main karaktered például. Ismerned kell a határait annak a karakternek, ismerned kell azt, hogy a modolás ami, amit tettél az adott karakterbe, az valójában segíti -e ki a karaktert, vagy a mozgás, kultúra, fegyver, használat és modolás képessége, kombinációja az, ami kisegíti a karaktert a túlélésben. A Warframe egy bizonyos szint után az egy nehéz játék lesz. És nem fogsz tudni életben maradni, hogyha nem fókuszálsz a játékmechanikára, a mozgáskultúrára, ugye a fegyverhasználatra, a figyelmedre, hogy ne állj meg egy helyben, menjél tovább. A hard mode nem lesz just, lusta játékosoknak. Tehát az, aki az olyan warframe-eket szereti, mint a, mint a mint a Sarin, mert hogy könnyű vele, mint az inarosz, mert hogy könnyű vele, mondjuk az inarosz a hardmode-ban is könnyű, hogy őszinte legyek, de az, az meg fog lepődni, hogy, hogy a hard módban nem csak egy képesség használatáról lesz szó, és fel kell készülni az adott küldetésekre. És ez most egy olyan szemszögből mondom, mert nem fogom azt mondani, hogy über brutál nehéz a hard oké? Okay? De lesznek kihívásait, hogyha nem vagy felkészülve. És ez a jó benne. Uh, mert aki eddig úgy gondolta, hogy a Warframe nem szól többről, csak arról, hogy menj előre, lő, lőd le, vagy kardozd a zenemét, és a zenemi elhullik előtted, gond nélkül, akkor úgy gondolom, hogy a hard módban meg fog lepődni az ember. Nézegettem külföldi Warframe-es videósokat, és mindegyik már jön a videójával, hogy ez a frame jó hard az a frame jó, ezzel könnyedén viszed el, és valóban egyes frame-ekkel nagyon könnyedén mész végig a hard módon. Uh, de azért, mert a frémeknek maguknak a képessége olyan, úgy van olyanok, hogy, hogy, lehetővé teszik. De minden mellé kellenek azok az adott fegyverek is. Tényleg fel, van egy, van egy frame, amivel elég könnyedén haladsz végig a szinteken, és ez a barúk. az ultiának köszönhetően, és a Reactive Store-nak um, augment köszönhetően. Reactive Store? Ez a neve? Nem tudom. Um, Uh, nagyon könnyedén végigmegy, ugye, mert egyszerűen leultiz mindenki, lett képes leutizni mindenkit a barók, és emiatt nagyon OP survivor például a hármolban a limbo a képességének köszönhetően hihetetlenül hatékony tömegkontrollal rendelkezik, például a kora, detto, és ugye a DPS kor, amit nemrégiben mutattam be uh, videóban, uh, nagyon hatékonyan tud működni, tehát uh, Nix például a Nix gyerekek, értitek? Tehát a, a a Nix, az utolsó karakter, amihez hozzányúsz, végre újra értelmet nyert, mivel, hogy a 3-módban kérem szépen, visszakaptuk a régi Warframe ízét, csak az ízét, oké, okay, csak az ízét, érted? Mm, a gyerekkor íze ott van benne, mivel, hogy a tömegkontrollnak szerepelett újra, vóbanokat látok mindenhol, kurva jó, uh, Nixeket látok mindenhol, kurva jó, uh, és, és fontos lett, a tömegkontroll, mivel hogy az enemik nem hullanak ám el egy lövéstől, most már ejha bejha, és ez rendjén is van, mert rohadtul uncsi volt mindig ellövéssel letöríteni még a magas szintű enemiket is. Jó, van egy-két mondhatni úgy, hogy fegyver, ami instant tünteti el ezeket az elemeket, például a Redeemil, vagy éppen úgy a, a, strata, a Strata, az új Gunblade, <laughs> Ez a, a, millió pluszos damage-ével bárkit instant eltüntet, és mint mondtam, a, a, a barúknak az ultja is az is instant eltüntet mindenkit. Uh, szóval van egy-két fegyver, ami elképesztő hatékonysággal teszi a dolgát, és természetesen a Hunter Munition is elképesztő haté hatékonysággal teszi a dolgát. Zóval ellátott uh, kard, és egy zó kard ellátott Exodia contagion el ellátott kard is nagyon jól teszi a dolgát, és igen, nagyon sokan tudjam, kértétek már egy csomószor, hogy mutasson be a Blade, Blade the Fuck Out uh, nevű kardomat, de most mondom neki, én azzal a karddal csalok, jó? Tehát azt a kardot nem akarjátok látni. Az én az, az csalok, az egy csalás az a kard, értitek? Az egy csalás. Na, uh, annyi, annyi a lényeg, és csalást nem mutatunk meg. Na, ennyi. A Hard Mode rewardok -ok, szarra se jók. Kinek kell komolyan stance forma, tudjátok, ami a kardba belejár, a mod. a kard a forma. Nem mondom azt, hogy nem lenne jó egy-két kardnak a stance modját átformázni, de nem fogok belehalni, mivel van 50 ezer kard. A, tenó, a tenórucik, ugye a tenórucik, azok... Eh, pff, jó, jó, de nem. De mondjuk kifejezetten tetszenek a bolygók. Kifejezetten tetszenek, hogy megkapunk bolygókat. Eh, és remélhetőleg, hogy a... Hogy a hogy a jövőben fognak berakni más jutalmak is, mondjuk umbra formát, értitek? A dupla nyersanyag, nem dupla nyersanyag esik, csak dupla esélyjelesnek nyersanyagok, és ez igen elszomorító. A mod drop chance-nek én sok használt nem látom, szóval az kifejezetten szar. Tisztán és érthető a hard mode üzenete. Azért van benne, hogy kipróbáld magad. Ennyi. Erről szól a hard mod nem fogsz több és jobb cuccokat ott kapni, vagyis többet igen. És, és Warframe szintezésre a hard mode oda Percek alatt felszintezel egy, 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 egy Warframe-et. Menj el egy Dark Sector survivor bárhol, egy Dark Sector Survivor-re, negyed óra alatt kihúzod a Warframe-et. Érted, olyan keci sok iszpét lehet ott összeszedni. és, és újra értelmet kapott a Dark Sector játékmódok. Eleve ott több az Affinity, a.k.a. az XP, és több nyersanyag is esik. És a, az Infested az Uber könnyen elesik. Jó, geci életük van, meg elég nagyot ütnek egy idő után, de nagyon könnyű őket leölni pillanatok alatt elmész, minden bolygónál van egy dark sector kb, elmész oda farmolni nyersanyagokat, mert nagyon könnyen le lehet zúzni, nem kell armorral törődnöd, viszel egy gázos, toxikus, viralos anyámkínja akármit, és, és dorálod, darálódott az enemiket. Hiába több az életük, hiába 250 százalék az életük. Nagyobbat ütnek viszont, ha közeledbe kerülnek, insta ütnek, instale, insta le, insta, insta ütnek. Úgyhogy arra vigyázni kell. Egy tömegszabályozós frame és egy dps frame és szétformoljátok az agyatokat, és szét xpészitek az agyatokat, ha warframe szintezésről van szó. Úgy gondolom, hogy fegyverszintezése az elite sanctuary még mindig jobb dolog. De ugye az előnye ennek a uh, harmónak az, hogy nem kell elítzeng csőriben menned, és szólóban is kihúzod négy óra alatt azt a szerencsétlen frame vagy még még rövidebb idő alatt is a jobbaknak. Um, és nem kell várni, és nem kell azon könyörög, hogy benne lesz -e egy szerint, vagy nem lesz -e bent egy szarén azon a Sanctuary eliten. Úgyhogy hard módot, a, és a, a Dark Sector játékmódokat, ugye, ahol az Infested van, nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert nagyon könnyedséggel végig lehet menni azokon a pályákon, és jól dobja a nyersanyagot. És gondoljátok végig, dupla esély esik nyersanyag, dupláz meg ezt még egy duplázóval, és dupláz meg még ezt a Duplázó hétvégével, és, és, és dupláz meg még ezt egy nekrosszal, egy korával, hogyha erről van szó, és végtelenség, végtelenségig szét lehet farmolni az agyadat, ha nyersanyagokra van szükséged. De nem lesz minden pálya könnyű, tehát a, a, a Grineer és a megnövekedett armor az oda basz azért. Főleg, hogyha már elkezdesz szinteket fellépegetni, nem, nem effektív a farmolás, hogy így mondjam, tehát nem fogsz tudni effektíven farmolni, viszont az infested ellen menni fog, easy peasy lesz. Végszóként a hard mode mutatóban van, de hogyha szeretnél egy kis kihívást, tesztelni magad, arra tökéletesen megfelel. És hogyha ügyesebb vagy, és kalandvágyobb vagy, akkor fel fogod fedezni, hogy kiválóan meg is fogsz tudni gazdagodni belőle nyersanyag kredittéren, mert van rá potencia. A mod drop chance boostert illeti, ami ott van, hogy őszinte legyek, látok, látok egy tendenciát a ritkább modok felé. Hogy jobban esnek. És hogyha több ritka mód esik, vagy általánosan véve több mód esik, az neked több kreditet jelent. Vagy éppen több endót. Úgyhogy elgondolkodtat. Ható, hogy hol lehet most a legjobban endót farmolni, megeshet, hogy a hard mode ráver az arbitration-re, De ez, egy, ez a jövő zené, ezt fel kell fedezni, hogy igazából is azért verhet rá az arbitrationre, nem azért, mert körönként több endót fogsz kapni, vagy ilyesmi, hanem mert valahol az összegyűjtött modokkal általánosan, meg a drop chance megnövekedésével lehet, hogy percben effektívebben kiösszött. Nem biztos, ez a jövő zenéje, amit ti fogtok felfedezni. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, ha igen, iratkozz fel, nyomd rá a csengőjelecskére, nagyon köszönöm, sziasztok!